Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió gazdasági magazinját látják a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával. A helyi termék szerepe a turizmus fejlesztésében, dráván innen, dráván túl, ezzel a címmel szervezte meg a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Siklósvárosi Elnöksége az Enterprise Europe Network pécsi irodájával együttműködve a 7. Siklósi Idegenforgalmi Konferenciát. Az eseményen részt vett Horvátország magyarországi főkonzulja, valamint egy dráván túli kistermelő is. Ajvar. Aha. Ez a legvár? Ez a legvár szilva csokoládéval. Ez a hagyományos szilva köcsökben. Ez is legvár? Legvár, igen. Ez a fügelikvár, de kontinentális füge. Mutatja a termékeit Bosnyánki Bolya Siklóson. Ő is eljött a helyi termék szerepe a turizmus fejlesztésében Dráván innen, Dráván túl című rendezvényre. Horvátországból érkeztünk, Baranyaváról, szintén Baranya megye, házi termékkel foglalkozunk, szóval a zöldségtermesztéssel, és a végső termékig, úgyhogy üvegbe hoztuk el, szóval mind téli eltett dolgokat, lékmárokat hoztunk, sült halat üvegben, hoztunk ajvart, ami a mi tájunkhoz igen jellegzetes, ismerik az emberek, és nagy mértékben készítik. Erőset és édeset hoztunk, lékvárok között van a szilva lékvár köcsökbe, és szilva lékvár csokoládéval sült hal, ami készül lesózott, füstölt, egy füstöt kapott a hal, és üvegbe süssük 10-től és tovább is, attól függ, hogy mennyire nagy a hal. A kistermelők, hála Istennek, van szerencséjük, mert fölismerték a vevők a házi jellegű termékeket, az idősebbek is, és mondhatom örömömre, hogy a fiatalok is érdeklődnek iránta, úgyhogy otthon árulom a háznál, és szokunk járni ilyen rendezvényekre, gasztron rendezvényekre, borfesztiválokra, és ilyen módon tudjuk értékesíteni a termékeinket. A rendezvényen Endrédi Melinda, a Falusi Turizmus Szövetség baranyai titkára, az IPA programban megvalósuló helyi ízek, helyi értékek, gasztrokulturális kapcsolatok a magyar-horvát határvidéken projektet részletezte. Helyi ízek, helyi értékek című program, amely gasztrokulturális határon átnyúló együttműködés keretében valósul meg. A projektnek a fő kezdeményezetje a Pécs-Mecseki Borút Közhasznú Egyesület. Ebben a magyar részről társpartner a Baranya megyei Falusi Turizmus Közhasznú Szövetség, illetve a Horvátországi Vállalkozók Szövetsége Horvátországból, valamint a Batminai Borászok Egyesülete. A projekt keretében igazából különböző rendezvények kerülnek megvalósításra, természetesen kapcsolódva a helyi értékekre, a helyi termékekre alapozva. Magyar részről például Cirfandli ünnep Pécset, ezen túlmenően a különböző gasztronómiai fesztiválok, például Úrfűn, ehhez kapcsolódóan horvátországi részen lesz egy szurduk fesztivál, illetve halpaprikás főzőverseny Monostoron, és még sorolhatnánk tovább. Mi a cél? Mit lehet ezekkel a fesztiválokkal, különböző eseményekkel elérni? Tehát mi az a fő cél, amit kitűztek maguk el? A fő cél igazából a gasztrokulturális hagyományok és az értékek továbbvitele, népszerűsítése, például a fiatalokat is megnyerni az ez iránt való érdeklődésre, és hogy őrizzék a hagyományokat. Ezen túlmenően az együttműködés erősítése horvát, illetve magyar részről, valamint a hagyományok ápolása, kihasználva azt, hogy Baranya ezer színű, tehát ezáltal igazából itt a néprajzi egységeknek a helyi alapjait továbbvinni, megőrizni az értékeket. A dél-dunántúli borturisztikai klaszter tapasztalatait a projektgazda, a Pécs-Mecseki Borút Egyesület elnöke Gonda Tibor ismertette.
A mi Boruti Egyesületünk most Rizsetszivel fogad bele egy nemzetközi borutas együttműködésbe, mi a magyarországi boruti tapasztalatokat adjuk át, mert Horvátországban a borutak azok minisztérium által kijelölt földrajzi egységek, ott léteznek borvidékek és borutak, de ez az alulról építkezés, ami nálunk jellemző a borutakra, hogy nincs is rendelet, meg nincs is jogszabályi háttér, hanem civil kezdeményezésként a Magyarország 22 borvidékén, mint egy 35 boruti egyesület tevékenykedik. Ez náluk nem ismert. Ugyanúgy nincsen például boruti minősítőrendszer, ami ugye itt épít Villányba hozták létre az elsőt az országba, és annak mintájában már minden borútnál van boruti minősítőrendszer, mert a borút turisztikai szolgáltatóit minősítik. Ezt mint best practice, mint legjobb gyakorlat szeretnék a horvátok tőlünk átvenni. Én örömmel látom, hogy hasonlóan, mint mikor Magyarországon volt a csatlakozás, általában egy euro-optimizmus van a horvát partnereinknél, várják a csatlakozást, és azt reméljük, hogy a határátkelés egyszerűsödik, az áruforgalom fölgyorsulhat, mert pont például a gasztrokulturális kapcsolatoknál problémát jelenthet, hogy mi schengeni határ vagyunk, és nem lehet áthozni csak fejenként két üveg bor, tehát problémát okoz mondjuk egy borkostolóra egy horvát borászt meghívni, hiszen nem kereskedni akar veled, hanem prezentálni, vagy ugyanúgy a magyar borászokat, ha visszük, és ugyanígy mondjuk a kulen vagy más helyi termékbe azért nagyobb mennyiséget nem tudunk vinni. Ezt nagyban meg fogja könnyíteni az uniós csatlakozás, és azt gondolom, hogy talán ez a csatlakozás közelsége miatt is érzem azt, hogy nagyon motiváltak a határmenti horvátországi szereplők, mind az önkormányzatok, mind a civil szervezetek, mind a kisebb vállalkozások is, hogy különböző projektekbe tapasztalatot szerezzenek, hogy később a csatlakozás után nagyobb uniós projektekbe is bele tudjanak vágni. A rendezvényt a helyi és horvát vállalkozások, szervezetek képviselői mellett Horvátország főkonzulja is megtisztelte jelenlétével. A helyi értékek bemutatása úgy, hogy ne sérüljön a természet, ezt szeretnék elérni az ökoturisztikai szolgáltatók. Kiemelt céljuk, hogy óvjuk, védjük a környezetünket, mert csak, mint mondják, egy földünk van. Ezért nyújtanak olyan szolgáltatást a turistáknak, ami a lehető legkisebb mértékben hagy csak káros nyomot a természeten. Bátai Tájház, Katica tanya, vagy éppen a gyűrűfői műhely. Közös bennük, hogy mindannyian tagjai a Dél-Dunántúli ökoturisztikai klaszternek. A cégeket, intézményeket összefogó szervezet 2010-től kezdte tevékenységét. A klaszter elnöke azt mondja, ma már 20 tagjuk van. A célunk az, hogy azok a szolgáltókat, legyen a profitorient, tehát a civil szervezet, vagy állami intézmény, aki a fenntartható fejlődést, az ökoturizmust támogatja, promotálja, azt fogjuk össze és együttesen lépjük fel a piacon. Ennyi egyszerű a célunk. Kik a tagok? Tehát említette, hogy 20-an vannak. Ez most falusi vendéglátóhelyek, vagy kiket képzelhetünk el? Olyan szolgálatot képzelünk el, akik ebből élnek. Tehát legyen ez a gyűrűfői biofalunak, ökofalunak tagjai, legyen ez a bőszínfai szarvasfarm, a nagy erdőgazdaságok, vagy amit évedek a placékasztatanya. Tehát azok, akik ezt fontosan tartják, hogy arra neveljék a ifjúságát apró kortól fogva, hogy vigyázni kell természetesen, mert csak egy van. Tehát, hogyha túlhasználjuk az erőforrásainkat, az össze fog ütni az unokáink időszakában. Milyen pozíciói vannak ennek a gondolatnak, hiszen azért nem ez a jellemző modern társadalomra. Mennyire van ez mégis benne a köztudatban? Mennyire van itt jelen a Dél-Dunántúl? Sajnos egyre kicsi, hát azt nem egyre kicsi, de egyre kicsi az ismertségünk, illetve az ismertségünk. A folyamatosan a marketing tevékenységet tesszük a hangsúlyt, de az lényeg, hogy minél többen hallják rólunk, illetve nem is az a lényeg, hogy a klaszter mint olyat megmutatjuk, hanem hogy megjelenik egy csoport, egy család, akkor olyan dolgokat tanuljon, olyan dolgokat vegyen magához, ami elneveli őt. Tehát a megújulók használata, hogy ne a gáz használat, használd a fát, a napenergia használata, a szennyvízkezelés, a természet tisztelete, a víz, a vigyázás, ezek azok az apró okító elemek, amik fontosak tartunk mi. Tehát akkor egy szemléletváltást próbálnak meghonosítani? Mindenképpen. Én meggyőződésem egyébként az, hogy sokan beszélnek a turizmusról, szerintem az ökoturizmus inkább úgy kell, hogy fenntartható turizmus. Tehát az triviális, hogy mindig utazni fognak az emberek innél tudom, mert nincs mindenhol minden, de azt fenntartóan tegyék. Tehát ne vigyenek magukkal felesleges szemetet, ne generáljanak szemetet, és úgy járják az erdőt, a mezőt, a különböző állatok helyét, hogy nem hagynak a követő nagyobb problémányomot. Kék gazdaságról is hallhattak előadást az érdeklődők. A természetnek van egy működési elve.
az ökoszisztémák úgy működnek egyik a másikra épülve, hogy azok tökéletesen kiegészítik egymást. Az élő rendszereknek van 5 birodalma, és azok a tápanyagokat, az energiát úgy forgatják egymás között, hogy gyakorlatilag nincs hulladék, tehát egy igazán fenntartható módon működik a természet. És erre épül rá ugye az emberi társadalom, és hát tudjuk, hogy a mi technológiáink, amiket mi alkalmazunk, azok nem nagyon illeszkednek ebbe a folyamatba, rengeteg hulladékot teljesen fölöslegesen termelünk, ezekkel nem tudunk mit kezdeni, és hát a kigazdaság az, hogy valahogy próbálja visszavezetni az emberi technológiákat ebbe a körfolyamatba, hogy ez is úgy illeszkedjen a mi emberi tevékenységünk, és úgy illeszkedjen ebbe a folyamatba, ahogy annak idején ez a természetnek az úgynevezett birodalmai között ez működött. Hát egészen röviden ennyi. Hogyan lehet ezt mégis megtenni? Tehát milyen gyakorlati lépésekkel lehet közelebb kerülni ehhez? Hiszen hát, hogyha az emberi fejlődést veszük alapul, akkor pont onnan szakadtunk ki a természetből, aztán egy olyan évet futott be az emberi fejlődés, aminek pont az volt a cél, hogy minél jobban elszakadni a természeti viszonyoktól, önállóan megteremteni egy olyan életfeltétel rendszert, amire nem hat úgy közvetlenül a természet, ha lehet. Tehát oda kéne valahogy visszajutni, de hát azért hozzászoktunk a kényelemhez. Nehéz, hogy ez, nem? Így elsőre, hogyha hallom. Ez egy rendkívül jó kérdés, valóban itt van. Itt van a lényege a dolgoknak. Régen mondjuk a paraszti gazdaságok, az is tökéletes kékgazdaság elvek szerint működött, hiszen ott sem volt fölösleg. És hát látjuk, hogy valóban ez a folyamat, és ez egy jó folyamat, hogy azért a természet úgymond szeszélyeitől egyfajta stabilitást élvezve az ember ugye fejlesztést csinál, dolgokat, technológiákat, építészetet. Nagyon sok dolog azonban arra mutat, hogy az a mód, ahogy ezt csináljuk, tehát a természettől való olyan elszakadás, amit mi gondolunk, mondhatni, esztelen elszakadás, tehát közben nem figyelve azokra az alapelvekre, amelyek azért meghatározóak számunkra, az nagyon rossz. Hát az egész fenntarthatósági mozgalom ez erre épül, ezért keletkezett, ezért vannak ezek a nagy nemzetközi tárgyalások. Éppen most ugye a Rio plusz 20, ez volt most Rio de Janeiroban. Nem vissza kell menni, hanem előre kell menni, így szoktam fogalmazni. Tehát előre a természethez, nem vissza a természethez. Tehát most már vannak olyan technológiaink, olyan tudásunk, olyan szellemi kapacitásunk van, amellyel már meg tudjuk oldani a természethez való olyan illeszkedési formákat, amelyek már előremutatóak, de stabilitást is teremtenek, tehát ami mind a két feltételnek megfelel, és erre kell törekedni a kékgazdaság során. A konferencián szó esett még az ökoturizmus fejlesztési lehetőségeiről, illetve helyi termelők ételeivel is megismerkedhettek a résztvevők. Hogyan lehet a pécsi kreatív vagy kultúra ipart gazdasági húzóerővé tenni? Milyen lehetőségek, helyszínek találhatók erre? Többek között ezekre a kérdésekre adtak megoldási javaslatokat a terület szereplői, döntéshozói a Zsolnai Kulturális Negyedben tartott találkozójukon. A felmérésekből kiderült az is, hogy a régió kulturális vállalkozásainak több mint a fele Pécset működik. A pécsi kulturális élet, illetve a kreatív ipar szereplői, döntéshozói találkoztak szerdán a Zsolnai Kulturális Negyedben. Itt arról egyeztettek, hogyan lehetne a város kulturális iparát egy gazdaságfejlesztő erővé tenni. A résztvevők között ott volt Szohai Márton is, az egykori Labor elnevezésű kultúrtér ötletgazdája is. Pont ez lenne, azt hiszem, a lényeg, hogy az intézményeket vagy ezeket a szereplőket egy rendszerben összekapcsolni, ami nem azt jelenti, hogy egy ilyen mamut vállalatot működtet, inkább azt, hogy egy közös vagy valami hasonló célért egy több lábon álló rendszernek a működését elősegíteni. A Kulturális Innovációs Központ Egyesület elnöke azt mondja, a Zsolnai negyed most kezdte meg működését, így a kreatív ipari szereplők még most ismerkednek ezzel a helyszínnel, illetve a lehetőségeivel. Ezen kívül bemutatták az önkormányzat stratégiáját is, amely a város kulturális és kreatív iparának fejlesztésére irányul. Mely legyen az a negyed, ahol a kreatív ipart erősíteni kellene, hogy tudja a város a barnamezős beruházásokat élénkíteni, mit tud kezdeni az üresen álló épületekkel, mit tud kezdeni a városban működő kreatív ipari vállalkozásokkal és azzal a lehetőséggel, hogy Pécs kreatív Pécs legyen.
A találkozón kiderült, a régió kreatív ipari vállalkozásainak 55%-a Pécsett van. Ez érvényes az előadó művészeti, képzőművészeti, építőművészeti vállalkozásokra épp úgy, mint a reklám, filmgyártás vagy az újságírás területén működőkre. Egyedül a szoftver és számítógépes játékgyártásával foglalkozók aránya alacsonyabb a megyeszékhelyen, mint a régióban. Ezekből 92 vállalkozás található a régióban, közülük azonban csak 18 működik Pécsett. Fiatal vállalkozókra várt az adóhatóság június 19-én Pécsett, ugyanis tájékoztató rendezvényt tartottak nekik. A NAV Dél-Dunántúli Regionális Adófőigazgatósága, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara közös szervezésében. A cél az volt, hogy a fiatalok megismerjék, milyen kötelezettségnek kell eleget tenniük, hogy szabályosan és törvényesen működjön a vállalkozásuk. A fiatal vállalkozókat tájékoztatta az adóhatóság június 19-én Pécsett a Kereskedelmi és Iparkamara székházában. Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségénél kiemelten fontosnak tartjuk a tisztességes vállalkozói szemléletmód továbbítását tagjaink számára, illetve ennek a tisztességes vállalkozói szemléletmódnak az érvényesítését is az érdekképviseleti munkánk során. Két okból kifolyólag is nagy hangsúlyt fektetünk erre. Az egyik az, hogy a hazai KKV-knak a harmada generációváltáson fog átesni a következő években, illetve hogy a fiatalok vállalkozóvá válását segítő pályázat keretein belül országos szinten 1600, míg itt a Dél-Dunántúli régióban 300 vállalkozás jöhet létre, számos munkáját teremtve. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy ezek a fiatal vezetők, fiatal vállalkozók egy új etikailag is, új és értékrendben is új szemléletmóddal tudják sikerre vezetni a cégeiket. Kicsit lefordítva itt a hétköznapi nyelvre, akkor, hogyha jól értem, a Fiatal Vállalkozók Szövetsége azt szeretné, hogy ne a szürke gazdaságban, ne a fekete gazdaságban működjenek ezek az ifjú vállalkozók, és hát az életkor alapján is a legjobb talán ilyenkor helyes utat mutatni nekik, mert aztán talán tudják ezt tartani. Így van. A közös rendezvényünk is, amit a NAV-val és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával közösen rendeztünk meg, az a célunk, hogy egyrészt a tájékoztatást és az információ közlést kicsit elősegítsük, másrészt pedig szemléletformálást is egy kicsit erősítsük, ugyanis a NAV ellenőrzéseknek nem az a célja, hogy pellengérre állítsa azokat az egy-egy vállalkozókat, akik elfelejtenek egyszer-egyszer számlát adni, hanem azoknak a vállalkozóknak a tevékenységét kívánják szankcionálni, akik folytatólagosan és sorozatosan kibújnak a közterhek alól, ők ugyanis a többi tisztességesen vállalkozó cég, illetve a többi tisztességes vállalkozó vállára teszi át az adó és járulékfizetési terheket. Hogy lehet mégis ösztönözni őket? Tehát itt azért belegondol egy fiatal is, mint egy idősebb is, hogy azért hát lehet, hogy jobb elkerülni az adót, hiszen akkor a terhet jelent esetleg, ami azért nagyon-nagyon szoros gazdálkodást eredményezhet, vagy hát követel meg. Éppen ezért talán könnyebben választja azt a utat, hogy mégiscsak egy picit átmegy a szürkébe, a feketébe netán. Mi ezt tisztességes vállalkozók példáinak bemutatásával, illetve hasonló tájékoztató rendezvények megtartásával kívánjuk erősíteni, hogy tisztességesen igenis lehet, érdemes és megéri vállalkozni. A NAV Baranya megyei igazgatósága igazgatója az ellenőrzések szerepéről, tapasztalatairól beszélt a rendezvényen. Lehetne a mai nap mottoja az is, hogy adózzunk sokan kevesebbet. Tulajdonképpen a célunk az, hogy a fiatal vállalkozókhoz eljutassuk mindazokat az információkat, ami megkönnyítheti nekik az adózási feladataiknak, illetve kötelezettségeiknek a teljesítését. De ebbe próbálunk megsegíteni, egy kicsit szolgáltatni. De ezért felhívnám itt a figyelmet arra is, meg fel fogom hívni a hallgatóságnak is, hogy minden hónapban rendezünk az adóhatóságon belül egy úgynevezett adózói nyílt napot, ahol mindig az aktuális kérdésekkel foglalkozunk, ami érdekelheti a könyvelőket, vállalkozásokat, tehát ajánlom a figyelmükbe ezt is. És örülünk ennek a rendezvénynek. Ez egy közös rendezvény, és minden olyan lehetőséget megragadunk, amiben segíthetünk. Tehát nem csak szankcionálni szeretnénk azokat, akik mulasztanak, hanem segíteni is abban, hogy tudják a kötelezettségeiket teljesíteni.
Mennyire fogékonyak erre a fiatalok? Mert így visszagondolva az én fiatalságomra, lehet, hogy egészen más érdekel, nem pedig az adózás, illetve a könyvelésnek a különböző száraz szabályai. Mennyire lehet őket mégis motiválni, megfogni? Hát igyekszünk, de azért hadd mondjak erre egy szubjektív dolgot, hogy annak idején, amikor a gyerekeink is úgy elindultak a nagybetűs életbe, és ugye azért mondtam, hogy erre is arra is, adjatok békébe, ezt azért nem kell ennyire komolyan venni. Igen, hát ugye megvan a fiatalságban ez a lendület, de én úgy gondolom, hogy azért aki elkezd vállalkozást, és tudja azt, hogy a zsebére megy, hiszen a vállalkozásból kell, hogy megéljen, kell, hogy majd később esetleg a családját eltartsa, ha mondjuk szóló szeméről van szó. Én úgy gondolom, hogy felelősséggel kezelik, és ajánlatos is, hogy felelősséggel kezeljék, és szedjék fel mindazt az információt, ami az egész társadalomban szükséges ahhoz, hogy a feladataikat teljesíteni tudják, mert nem csak adóhatósági kérdések, hanem ugye sokkal szélesebb a skála munkaügyi környezetvédelmi, tehát számos jogszabálynak meg kell felelnie, hogy erre felkészüljenek, mert ha először találkoznak azzal, hogy rosszul csináltak valamit, amikor már ellenőrzés van, annak viszont jobb következménye van. Az érdeklődők az adójogi aktualitásokról, valamint a NAV-hoz érkező leggyakoribb kérdésekről, problémákról is tájékoztatást kaptak. Rendhagyó fél évzáró rendezvényt tartottak a dél-dunántúli klaszterek június 26-án. A tükeborozóban gyűltek össze a szakemberek, vezetők, hogy értékeljék a klaszterek idei teljesítményét. Fél évzáró klaszterfórumot tartottak a Tettyén. A szakmai munka értékelésére június 26-án a Tükeborházban került sor. Klaszterfejlesztési szakemberek, klasztervezetők és a kamarai munkatársak közreműködésével. Köztük a Kesztyű klaszter vezetőjével is. Másfél éve alakult a klaszterünk. Az első nagy projektünk az tavaly szeptember 24-én volt az első Pécsi Kesztyű Fesztivál, ahol igyekeztünk megmozdítani az összes kesztyűs tradícióhoz tartozó ember tulajdonképpen, aki a városban él és mozog. Ez egy igen nagyszabású fesztiválra sikeredett, ami nagy örömmel töltött el minden résztvevőt, hiszen újra találkozhattak a régi kesztyűs dolgozók, illetve láttuk azt, hogy még mindig mennyi ember az, aki ehhez a társadalomhoz hozzá tartozik. Jelenleg 10 cég az, aki tagja a kesztyűs klaszternak, ebből van 7 olyan vállalkozás, kis- és középvállalkozás, akik kesztyűgyártással foglalkoznak. Ezen kívül van néhány olyan, aki bél- és kaliberkészítő, illetve egy dekoros cég, aki ugye a cégeket ellátja mindenféle hozzávalókkal. Ezen kívül a Magyar Turizmus ZRT-nek az itteni irodája csatlakozott hozzánk, aki elsősorban a megjelenésünket és a marketing feladatokat látja el a klaszterben, illetve biztosítja nekünk a megfelelő megjelenéseket. Most jelen pillanatban az egyik olyan projektünk fut, ami az oktatással kapcsolatos, hiszen a szakembergárdánk most már sajnos egyre idősebb korba szalad, és a képzés megszűnt. Most már 10 éve nem képeztek kesztyűs szakmában szakmunkásokat, így most elindítottunk a munkaügyi központtal közösen egy projektet, amelynek keretében egy átképzős rendszerben el tudtunk indítani 2-20 fős osztályt, úgyhogy reméljük, hogy ők egy másfél éven belül ők is a gárdánkhoz fognak tartozni, és a kesztyűgyártást fogják erősíteni. Ezen kívül most fog indulni szeptemberben egy reklámkampányunk, ami részben csatlakozik az iparkamara által számunkra elkészített pécsi kesztyű védjegyhez. Ugyanis a hazai értékesítésünk az összesen a gyártásunknak a 10%-a, 90%-a exportra megy, úgyhogy szeretnénk a hazai piacon való jelenlétünket egy kicsit erősíteni. Ehhez hozzátartozik, hogy a pécsi kesztyű védjegyet is szeretnénk alkalmazni, illetve a hazai termék licenszünket is ezzel kívánjuk erősíteni az értékesítést, úgyhogy bízunk benne, hogy ez segít. Cégek, mondom, a 90%-ban exportra termelik a termékeiket, és igen, valóban megjelennek ilyen helyeken is, mint USA és sztárok kezén, de azért ez mellett fel tudunk soroltatni olyan márkaneveket, mint a Hugo Boss, a Louis Vuitton, a Marina Yacht, a Cerutti, olyan nagy olasz-francia márkákat, akik az itteni gyártást használják fel, hiszen neves nagymárkák és a legjobb minőséget keresik. Sport
területén otthon vagytok, vagy az teljesen idegen a pécsi kesztyűt? Nem, a klaszterünknek most van egy új csatlakozó tagja, egy komlói kesztyűgyártó cég, akik kifejezetten sportkesztyűvel foglalkoznak, motoros és kapuskesztyűvel, úgyhogy most egy kicsit a sportkesztyű is felélénkül, illetve most az egyik cégünk a klaszter tagok közül, ők a lovagló kesztyűt kezdték el erőnyben részesíteni, úgyhogy ők egy új kollekciót alkottak meg. Az eseményen a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is értékelte az első fél évet. Fordulóponthoz érkeztünk. Sikerült azokat az alapklasztereket megszervezni, és szerencsére önálló útra engedni őket már, amelyek a gazdaság legfontosabb szegmenseivel tevékenykednek. Azt hiszem, hogy épp itt az ideje, hogy most közösen értékeljük, hogy amit eddig tettünk, hogy tettük, jól tettük, milyen módszerbeli változásokra van szükség. Ugyanis egy klasztert, ha fejlesztünk, és mivel nekünk van egy klaszter szövetségünk is, ez tulajdonképpen olyan feladatokat ró ránk, mint egy vállalatnak az önálló vállalkozás fejlesztése. Azzal a különbséggel, hogy itt a klaszter tagok számától függően sokkal több autonóm érdekérvényesítés van jelen minden nap, ezt kell harmonizálni, és ezt kell olyan célirányos akciókba terelni, hogy a közös érdekek megjelenítésével minden egyes klasztertag gazdagodjon, és a saját egyéni cégének a növekedése is megfelelő módon történjen. Nyilvánvaló, hogy ez a fejlődési szakasz most azt is jelenti számunkra, hogy új módszereket, új feladatokat kell kitalálnunk, mert nyilván a bevezetés, az útraindítás az más jellegű menedzselést igényelt, más jellegű feladatmegoldásokat, mint most, hogy így mondjam, egy növekedési szakaszba, és sokkal koordináltabban kell szervezni az ügyeinket, arról nem is beszélve, hogy új típusú információkat és szakmai ismereteket kell nyújtani ezeknek a klasztereknek, akik, hogy így mondjam, most már az érettség szakaszába jutnak. Látszik, hogy ezek a kisvállalkozások egy-két középvállalkozásokkal karöltve dinamikusabban fejlődnek, mint a különálló kis cégek. És most jutottunk el arra a pontra, amikor a globalizációs időszakban teljesen megváltozik a helyi társadalom, a helyi gazdaság és a helyi életminőség biztosításának a kérdése. Ebben az új játékban, aminek finoman fogalmazva a versenyhelyzet már kiélezett, látjuk, hogy a klasztereknek van egyedüli létjogosultsága, hogy életben maradjanak, és stabilizálni tudják tevékenységüket és azt a gazdasági alapot, amit egy olyan megyébe minimum teljesíteni kell, ahol nincsenek nagy vállalkozások, a GDP termelés az minimális, ugyanakkor a jelentős közigazgatási és oktatási feladatok viszont az állami költségvetés jelentősen megterhelik. Tehát ha most itt szaldót akarnék mondani, akkor valószínű, hogy mi nem vagyunk nettó befizetők a költségvetésbe, tehát olyan nagyon sokat nem is várhatunk el tőle, és éppen ezért meg kell ragadnunk minden olyan kicsinek tűnő lehetőséget, ami a gazdasági stabilitásunkat biztosítani tudja. 15 klaszter már kötött együttműködési megállapodást a kamarával, közülük néhányal innováció, kereskedelemfejlesztés, képzés, klaszter koordináció területen napi operatív kapcsolat is kialakult. Köszönöm figyelmüket, új gazdasági magazinnal egy hónap múlva jelentkezünk. Viszontlátásra!